Mezőkövesd 1-2. Mi a véleményéről a mérkőzésről, hogy szerepelt a csapata? Pintér úr. Először is azt kell, hogy mondjam, hogy a többi mérkőzéshez képest én azt gondolom, hogy egy sokkal jobb talajú pályán tudtunk játszani. Mind a két csapat törekedett arra, ami a kupa lényege, hogy tovább jusson. Én azt gondolom, hogy megérdemelten jutottunk tovább, hiszen több lehetőségünk volt, mint a hazai csapatnak, de több országban is bizonyították már a csapatok, hogy az alacsonyabb, úgymond alacsonyabb osztályú csapatok nagyon nagy meglepetéseket tudnak okozni a kupa mérkőzéseken. Hála Isten ez nem sikerült. Sok sikert kívánok az Ajkának, hiszen ő nagyon fegyelmezett. Hosszú évek óta én azt látom, hogy tudatosan építkező klub, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon példaértékű lehet több klub számára. 2016-ban járt itt Ajkán, akkor is a Mezőkövesd vezetőedzője volt. Mit vett észre, miben változott azóta a klub? Hát csak körbe kell nézni sok mindenben. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó körülmények vannak itt ahhoz, hogy a klub tovább tudjon fejlődni, és öröm látni, hogy visszajön az ember 4-5 év múlva, és hogy tényleg vannak olyan városok, helyek, ahol nagyon-nagyon sokat tesznek a labdarúgásért, és ezt azt kell, hogy mondjam, Ajka is ilyen. Nagyon szépen köszönjük, és további menetelést a kupából, mint sikeres bajnoki szezon. Én is köszönöm.